Na mondom, előbb együnk, aztán film. Azt mondja, milyen gyors vagy, kis macin. Azt mondom, te olyan édes vagy, hogy szinte már túl szép. Azt mondja, melyik mozi legyen hát. Azt mondom, ezt inkább hadd bízom ma rád. És ez volt itt a tévedés. Egy film az rám csak úgy hat, ha ütnek, vágnak, rúgnak. Van 30 izmos, őrült és bunyós. Sok harc, de semmi érzés. És persze az se kérdés, hogy miért vetkőzik folyton Sharonston. Itt álmodozva néznek, de hol van már a lényeg? Se képfegyver, se üldözés, se vér. Ez dráma, itt nincs pardon, de én mindjárt elalszom. Jaj, miért is bíztam rá, hogy döntsön miért? Csill és csó, egymásra várnak, csak hogy csó nem hagyja leírt. Mert a nő beteg és sápat, nincs szerelem, nem tehetem, de szép. Na hol van már egy fűrész? Jaj, miért van ennyi művész? Egy balta kéne, azzal verje szét. Vagy tolja már le végre, a másik az a vége. Csak hagyja már a haldokló bigét. Ez már a vég, orvosok, kórház, lent a másik várja őt. Amen. Rossz nézni őt, ott megy a lépcsőn. Most megfogadja, nem kell más nekem. Na vége, végre könnyebb, de most mi ez? Egy könycsepp, egy izzadságcsepp volt talán, igen. Mi vett erőt most rajtam az orrommal? Mi baj van? Én félek, végül tényleg sírni kell. Ez már az assza sírja, de Joe keményen bírja. Ez küzdelem, de végül győz a hős. Oh, és ellenleget csúszom, és végül könyvben úszom. Csak nem fogok ma tényleg sírni még. Na gondoljunk most másra, Clint Eastwood lőd rakásra. A rendező csak összes rossz színészt, de tudja már, hogy késő. Mert sír már minden nézőt, és engem itt ma fel. Még. Na most nem kell a majné, csak most ne add fel hajrá. Ez üzenem, de végül tűz a hős. De egyre lejjebb csúszom, és végül többet húzom. Ez nem lehet egy férfi, mégsem. Én szeretem egy férfi, nem fésként.